Sziasztok, én Vence vagyok, és itt a FIFA 23 Akadémia Legendák Grimsby Town sorozat 136. része. Ebben az epizódban a kiesés elleni Leeds United otthonába utazunk, majd aztán fogadjuk a Blundell Parkban az RB Leipzigot, a Bajnokok Ligája kiesése szakasz visszavágóra, és aztán a Blundell Parkban fejezzük be az epizódot az Aston Villa ellen, és ezt a két Premier League mérkőzést levonva 5 mérkőzésünk lesz hátra az idei Premier League szezonból. A matematikám megint megmutatta a csodáit, szóval West Ham, Chelsea, Leicester, Southampton, Man City. Ez az 5 mérkőzésünk lesz a mai kívül hátra a Premier League szezonból, és minden egyes mérkőzéssel egyre közelebb fogjuk araszolni magunkat a Premier League trófeához, viszont a sorozat végét nem a Premier League trófea fogja jelezni, hanem a Bajnokok Ligája. Így fogunk felállni a Leeds ellen az Elland Roadon. Kevin O'Leyman, Carvajal, Borges, Watson, Collier, Adjemang, Andreasen, Willian, Rivero, CDB, Leeds United, Grimsby Town. Biereth fölé! Ki rángatja rá magáról Collier-t, Biereth középre! És Dwight, nem tudom, hogy Dwight McNeil játszik-e még mindig a Leedsnél, de lényeg az, hogy McNeil találja el a kapufát. Collier. Hagyaman kapja, Freddy mellé, Csuki, Pedro Goncalves, Kevino, Freddy Hagyaman külsővel, középre, Rivero viszont lesen van, Leo Jardim véd, a szabadrugás a Leedsnek, Dráme középre, Borges elteszi, viszont összeadja Csukinak, Kevino pedig véd, próbálja védelem mögé, Hagyaman le is tudja venni, Leo Jardim, Andreasson még ott tudta volna fejelni a mixerbe, de nem tudja. Jack Harrison. Sarokkal vissza. Biereth. Még egyel tovább. Kevin O'Vér egy óriásit. Diarra! Kevin O. Diarra. Adama Diarra? Valószínűleg, mert emlékezetem szerint már a Leedsnél játszik. Adama Diarra. Szóval még egy ex-játékossal találkozunk a Premier League-ben. Jack Harrison mellé. Jack Harrison. Grimaldo. Andreasen elszedi tőle. És akkor most rohamozhatjuk a Leeds védelmet, és ez egy 2-1 ellen szituáció. Niall Willan és César Rivero az, akik támadhatnak. César! És 4 órával a vége előtt. Hát azt kell mondani, hogy nem igazán mi vagyunk a jobb csapat ezen a mérkőzésen, de mi vagyunk az, akik először gólt szereznek. 4 órával a vége előtt César Rivero 44. gólja a Premier League szezonban, 1-0 Grimsby. És akkor most talán jöhet egy kis egyszerűbb játék. Rivero, Leo Jardim. McNeil odaadja Patrick Collier-nek. Collier pedig gyönyörűen indítja Willant. Jön ki Leo Jardim. És nagyon beleemeli. Grimaldo. Kalulu. Középre. Carvajal nagyon rossz helyre teszi. És aztán végül jóvá teszi a saját hibáját, Leeds szöglet. Fent van Leo Jardim, és azt el tudjuk mondjuk fejelni tőlük. Így is jó, kinyerünk még egy Leeds szögletet. Leo Jardim még fent van. Pedro Goncalves. Barrera. Nem jó helyre, Kakeré. Dráme. Collier. Teixeira. Diarra. Teixeira! Akkor Leo Jardim jöhet is vissza, és ott is van a Grimsby 16-oson belül. McNeil. Diarra nem tud ráugrani. Kakeré fejeli vissza, de itt a vége. Hát ez egy nagyon-nagyon nehezen kiszenvedett 1-0-ás győzelem volt az Elland Roadon, ahol azt lehet mondani, hogy körülbelül Rivero gólja előtt a Leeds volt a jobb csapat. Aztán végül Rivero gólt szerzett, a Leeds egy kicsit összeesett, és engedélyeztek nekünk helyzeteket, de nem tudtunk növelni az előnyünkön. Aztán a végén itt az utolsó 3-4 percben túl kellett élnünk egy Leeds szöglet tűzi játékot. De a 3 pont megvan, a vége Leeds 0, Grimsby 1. És akkor ez a visszavágó mind a két csapatnak tiszta lap. Győztes megy tovább, mivel 3-3-as összesítésünk van, és ugye idegenbeli gólok már nincsenek. Kevin O'Leyman, Carvajal, Borges, Ford, Collier, Adjemang, Andreasen, Willian, Rivero, CDB, ez a kezdő 11-ünk, Grimsby Town, RB Leipzig. Jacob Ramsey. Középre. Armando Broja mellé. Lehmann. Milan Lehmann.
Ott van Rivero, Milánéban viszont egyedül, és itt is egy mellé, ott is egy mellé. Agyamang, ugratja Wieland, Niall Wieland, 1-0! 10. perc, Niall Wieland a gólszerző, 1-0, összesítésben 4-3. Lehmann. Milán hosszúra, Rivero ott vár! Na még egyszer akkor! Ohoho! Ramiro tolja fölé! Martin Ødegaard. Zielinski! Kevin O! Kiejti aztán! Végül felszedi Olmo felől. Broja. Olmo. Dani Olmo! Rivero. Ebből jöhet egy Grimsby kontra Niall Wieland. Duplázhat az ír. Niall! Kettő lövés kell Niall Wielandnek, mind a kettőből betalál. 32. perc, 2-0, összesítésben 5-3. Broja. Carvajal fut veled, nem fogja utolérni. Armando Broja! Cavanaugh! Broja. Olmo. Ødegaard. Broja kap még egy lehetőséget. És egy másodperccel az első félidő vége után talál be Armando Broja. 2-1, összesítésben 5-4. Bench, át a másik oldalra, ketten is vártak ott, Jacob Ramsey-é végül. Borhez aztán kétszer is beláll a lövésébe, majd aztán az angolról megy ki. Agyamang, lőhet is. Agyamang, lő is! Ramiro! Rivero. Rivero teker egyet, de fölé tekeri. Lehmann. Letámad a Leipzig, és most mi ragadunk be a saját kapunk elé? Cavanaugh véd. Ezt Ford már nem fogja beérni. Dani Olmo. Olmo erőből középre! És érkezett is a fejes, amit Cavanaughnak kellett védenie. Olmo. Dani Olmo! Cavanaugh! Dani Olmo lekészíti Oxfordnek. Olmo lesen valószínűleg. Nem. Szóval Cavanaugh védése kulcsfontosságú. Nkunku, 5 perc van hátra rendes játékidőből. Olmo fejel rá! Cavanaugh megfogja. 2 perc a hosszabbítás. Rivero nagyon csúnyán felnyársalják. Az minimum egy sárga lesz. Sőt, hát a játékvezető nem állította meg a játékot, szóval sárga is lesz. Rivero-nak van egy remélyik kisebb sérülése. Belevezeti Gibbs White-ba. Rivero vissza akarja adni Brojának. Nem is tőle kapta, de itt a vége. Hát még egy nagyon szenvedős mérkőzés. A Leeds-en is ki kellett szenvednünk a győzelmet. És most a Leipzig ellen kellett kiszenvednünk a továbbjutást. Az a szerencsénk, hogy Niall Wieland adott nekünk egy 2 gólos előnyt fél óra után, mert ha az nem lett volna, akkor még nagyobb szarba lettünk volna. De végül 1 gól különbséggel jutunk tovább a Bajnokok Ligája elődöntőbe. A vége, Grimsby Town 2, RB Leipzig 1, összesítésben Grimsby Town 5, RB Leipzig 4. Hát fáradtak vagyunk, de úgy érzem, hogy nem engedhetünk meg magunknak túl sok rotációt. A jelenleg top 4-ért küzdő Aston Villa ellen. Cavanaugh, Lehmann, Carvajal, Borges, Ford, Collé, Agyemang, Andreasen, Wieland, Rivero, CDB, Grimsby Town, Aston Villa. Move! Agyemangot Wieland odébb löki. Kösz, Niall. Kamavinga, Scarlett, Tete, gol! Vezet az Aston Villa. Alex Scott miatt nem látom, hogy hanyadik perc. Lényeg az, Tete góljával, 1-0 Villa. Schlotterbeck, Scarlett, Barella. Barella, les, Cavanaugh véd, de les. Rivero. Rivero, César, Lunin. Rivero. Rivero-t megint elkasszálják, és akkor így most Collier lesz a temporális csatárunk, aki be is talál. 37. perc, Patrick Collier egyenlít, 1-1. Scarlett. Barella! Oh. Nagyon bal szerencsésen pattant az Carvajalról. Barella lövése beleakadt Carvajal lábába, ami pedig becsapja Peter Cavanaugh-t. Újra előny a vendégeknél. Scarlett. Nagyon szerencsés siker Carvajal, hogy ezt megúszta egy sárgával. Az nekem nagyon utolsó embernek tűnt. Wimmer. Scarlett. Tete fölé! Scarlett megint védők mögött tudja találni magát a Villa támadó. Ez már nem az első, azt viszont nagyon elrontja. Wieland. Rivero. César! Nagyon ellene volt a szög, de hát César Riveroról beszélünk. És César Rivero beállítja
a 45 gólos rekordot, amit Juan Badaloni tett 2 évvel ezelőtt. 45 gólja van az idei Premier League szezonban. 2-2. Villan át a hosszúra. Collier, azt be lehet ívelni. Anying fejéről megpattan. Chavez! Lunin. Carvajal. Carvajal mellé. Pierce. Beszorulunk! Jovic lő mellé, és valószínűleg ennyi, amit ő írt. Kevin kirúgja. És itt már túl sok mindenre nem lesz akció, hiába hozná Pierce előre. 2-2-es döntetlen az Aston Villa ellen, ami nem csak a bajnoki cím párharcot teszi valamennyire izgalmasabbá, hanem a top 4-ért folyó párharcot is, így az Aston Villának jelenleg egyel több pontja van, mint a két másik kontenderük. Nekünk viszont egyel több pontunk van, ami a bajnoki cím közel vihet minket. A vége, Grimsby Town 2, Aston Villa 2. És akkor mivel 5 meccs van hátra, és az 5 az egy olyan szép szám, a Premier League szezonból, ezért azt akartam az epizód végre beszúrni, hogy gyorsan fussunk át a Premier League tabellán, és nézzük meg a Bajnokok Ligája sorsolásunkat is az elődöntőben. 75 pontunk van, 66 a Chelsea-nek, ami 9 pont különbség, 5 meccs van hátra, 15 az elérhető pont, az még simán ledolgozható a Chelsea-nek. City, Villa, United, talán még a Brentford az, akik küzdenek a top 4-ért, de a Leicestert és a Southampton se lehet nagyon kivenni onnan. A kiesés ellen nagyjából már csak a Burnley, az Everton, a Norwich és a Leeds küzd, bár mondjuk nagyon sokat kell csinálni annak a három csapatnak, hogy benn maradjon. És akkor nézzünk rá gyorsan a Bajnokok Ligájára, hogy kit kaptunk az elődöntőben. Milán. És a másik ágon City Chelsea van, ami nagy eséllyel van rá arra lehetőség, hogy itt is egy teljesen angol döntő legyen, ugyanúgy, hogy tavaly az Európa Ligában, és még nagyobb esély van arra, hogy ugyanaz a döntő legyen idén a Bajnokok Ligájában, mint tavaly az Európa Ligában, Grimsby Manchester City. Szóval ennyi volt a 136. rész, hogy tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! We're the